A veszélyhelyzet után is egyre több cég alkalmazhatja a távmunkát. Németországban törvénymódosításra is készülnek ennek érdekében. Egy felmérés szerint az uniós cégek 90%-a állt át otthoni munkavégzésre. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége szerint azonban sok kérdést vet fel a távmunka, például azt, hogy elég hatékony-e, ha valaki otthon dolgozik. Március közepe óta kong az ürességtől a Magyar Telekom székháza. A 7000 embert foglalkoztató vállalat 90%-a jelenleg is otthonról dolgozik. A cégnél már korábban is éltek a távmunka lehetőségével. Átlag naponta a 7000 munkavállalóból 500-an voltak távmunkában, ami nagyon sok, nagyon magas arány. Voltak olyan napok, amikor 1000 kolléga is távmunkában volt. Ez könnyű volt igazából skálázni, tehát a rendszereket kellett csak bővíteni hozzá. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy hatalmas lökést adott a távmunkának ez az időszak. Felmérés szerint az uniós cégek több mint 90%-a átállt távmunkára. Németországban hamarosan bevezethetik az otthoni munkavégzés jogát. A jelenlegi munkaügyi szabályok szerint a távmunka csak a munkaadó és az alkalmazott külön megállapodásával lehetséges. Ezen változtatnának a németek. Én a magam részéről biztos, hogy nem lennék rá nyitott, mint jogra. A munkaadók szerint ugyanis sok esetben a dolgozó nem dönthetne egyedül a távmunkáról. Nem biztos, hogy a munkáltató ezt ugyanúgy látja, mint a munkavállaló, nem biztos, hogy úgy tudja megszervezni, nem biztos, hogy ugyanaz a hatékonysága, amiről előbb beszéltünk, még hogyha részben el is látható, és hát ez alapvetően át kell alakítani a munkáltatói felelősséget is, mert egészen más egy munkáltatói felelősség, amikor a munkavállaló a munkahelyén dolgozik. A híradónk által megkérdezett szakember szerint fontos, hogy a cégek felkészüljenek minden krízis helyzetre. Így a mostani járványhelyzetben a távmunkának elsősorban a technikai, informatikai hátterét kellett megteremteni. Hosszú távon azonban más szempontokat is figyelembe kellene venni. Azt gondolom, hogy az információbiztonságnak és adatvédelmnek is fontos szerepe van. Tehát erre is fel kell készülni, valamint a munka-magánélet egyensúlyra. Tehát figyelniük kell erre a cégeknek és a munkavállalóknak egyaránt. Kerestük az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztériumot, hogy terveznek-e hasonló jogszabálymódosítást az otthoni munkavégzésről, de adásunkig nem érkezett válasz. A munkájukat elvesztő között nem lesz olyan, aki 3 hónapon belül ne találna állást, ezt Orbán Viktor mondta a parlamentben. A kormányfő arról is beszélt, hogy nincs B-tervük vagy forgatókönyvük a munkahelyteremtésre. A miniszterelnököt az azonnali kérdések órájában faggatták ellenzéki képviselők. Orbán Viktor korábbi szavait idézte fel a parlamentben Jakab Péter. Olyan marhaságot mondott, hogy a dolgozók meg a munkaadók üljenek le egymással, aztán egyezzenek meg a hogyan továbbra. Miniszterelnök úr, ilyet csak olyas valaki mond, aki soha az életében még egy percet nem dolgozott a parlament falain kívül. A jobbikos politikus azt javasolta, fizessenek rendkívüli adót azok, akik az elmúlt években kormányzati hátszéllel gazdagodtak. Miközben magyarok tömegei mennek tönkre, az ön veje Tibor István még most is 2 milliárdból építhet jachtkikötőt, az ön haverja Mészáros Lőrinc 20 milliárdból építhet élményparkot. Miniszterelnök úr, rossz az irány. Egyértelmű a válasz arra a kérdésre, hogy a Jobbik, amely korábban egy jobboldali párt volt, most miért viselkedik úgy, ahogyan viselkedik. A válasz egyszerű, önök régóta a baloldal szekerét tolják, valójában a Jobbik már nem is Jobbik, hanem ballik. Az azonnali kérdések órájában a DK-s Arató Gergely arról beszélt, a kormány válságkezelő intézkedései nem hatásosak. Akik nem tudják azt, hogy miből adnak enni a gyereküknek, és akik ezek után nem számíthatnak önöktől, csak Európa legszűkmarkúbb és legrövidebb ideig járó munkanélküli ellátására, ez a vita nem érdekli. Őket az érdekli, hogy ők miért nem kaphatnak direkt, közvetlen támogatást. Ön itt ült a parlamentben, amikor elvették a 13. havi bért, és igennel szavazott. Itt ült, amikor elvették a 13. havi nyugdíjat, és igennel szavazott. 3 évről 2 évre csökkentették a gyest, ön itt ült, igennel szavazott. Engedje meg, hogy újra feltegyem. A jobbikos Steinmetz Ádám azt kérdezte Orbán Viktortól, támogatja-e, hogy a társasági adót ne csak sportegyesületeknek, hanem kórházaknak is fel lehessen ajánlani. A miniszterelnök azt válaszolta, nyújtsák be a javaslatot, és a kormány kész arra, hogy ezt megfontolja. Miniszterelnök úr, az ön személyes politikai utasítása-e? Az LMP frakció vezetője a munkanélküli segélyről érdeklődött.
Számíthatunk-e arra, számíthatnak-e magyar emberek arra, hogy átgondolják ezt a politikát, és meghosszabbítsák az önhibájukon kívül a munkájukat elvesztett emberek álláskeresési járadékát? Aki elveszti az állását, azon Magyarországon 3 hónapon keresztül munkanélküli segélyt kap, amit álláskeresési támogatásnak neveznek. Mire az lejár, mindenkinek lesz munkája. Keresztes László Lóránt további kérdéseire a miniszterelnök azt válaszolta, a kormánynak nincsen B forgatókönyve a munkahelyteremtésre. A forgatókönyvük van, azt fogják megvalósítani, tette hozzá. Politikai elfogultsággal vádolta meg a DK Müller Cecíliát, és azt kérték tőle, hogy térjen jó útra, azzal foglalkozzon, ami a dolga. Ez hangzott el az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának ülésén, ahova meghívták Kásner Miklóst is, aki azonban nem ment el, államtitkára képviselte őt. A Fidesz szerint a DK-s Varga Zoltánnak azonnal bocsánatot kell kérnie Müller Cecíliától, aki hetek óta éjjel-nappal küzd a koronavírus ellen. Volt olyan, hogy a kormánytagot szabályosan lerohanva 20 cm-ről hosszasan kérdezgették még, tehát nem vették figyelembe azt, hogy milyen előírások vonatkoznak rájuk. Sokan nem tartják be a szabályokat és fertőznek. Ezért követhető csak online a Népjóléti Bizottság ülése. Ezt mondta mindjárt az ülés elején Selmeci Gabriella. Szeretettel köszöntöm Önöket. Az országos tiszti főorvost hallgatta meg először a bizottság, aki arról beszélt, hogy rengeteg munka áll még előttük. Ő is hosszan beszélt, épp úgy, mint az MMI államtitkár. Igyekeztünk a lehető legfelelősségteljesebben eljárni a napirendi pontban érintett kérdésben. Igyekeztünk minden beteg számára, aki a kórházban fekszik, vagy kórházi kezelésre szorul, továbbra is a kórházi ellátást biztosítani. Mindemellett igyekeztünk a koronavírusos betegekre a tudósok által számított mennyiségben felkészíteni a kórházakat ágyszámban. Rétvári államtitkár elmondta, hogy nekem miről kellene beszélni, de nem nagyon hagyott ebből semmit. A külügyi államtitkár is azt mondta, hogy mindent megtettek, és már 86 millió maszk érkezett az országba, és majdnem 10 000 magyar hazajutását segítették. Kásler miniszter úr nem ért rá. A Párbeszéd képviselője furcsálotta, hogy Kásler Miklós ismét nem jelent meg. Utána pedig arról beszélt, hogyan küldték haza a betegeket a kórházból. Végstádiumos daganatos betegeket, frissen amputált betegeket, ön és közveszélyes pszichiátriai betegeket küldtek haza a döntés után. Az országos tiszti főorvos azt mondta, hozzájuk 16 panasz érkezett, azért, mert az érintettek szerint indokolatlanul küldték őket vagy hozzátartozójukat haza, de ezek között egyetlen egy daganatos beteg sem volt. Mindegyiket egyenként szakfőorvossal fogom kivizsgáltatni, ez a dolgom, és meg is teszem. A DK viszont Müller Cecília több nyilatkozatát kifogásolta. Varga Zoltán szerint a tiszti főorvos egyszerűen kiszolgálja a politikát. A politika szolgálja ki ilyenkor az egészségügyet, és nem az egészségügy a politikát. És én, tisztelt tiszti főorvosnő, én szeretném figyelmeztetni, hogy ön egy olyan útra lépett, amikor szemmel láthatóan ön most próbálja kiszolgálni a politikát. Kérem, hogy ezeket a típusú méltatlan vádaskodásait, ezt most itt zárja le. Nem vagyok hozzátartozója, tehát nem ajánlhatom azt, hogy esetleg majd keresse meg tiszti főorvosasszonyt és kérjen tőle bocsánatot. Ön egy szégyen. Ön, hogyha egy napig csinálná csak azt, amit a főorvosasszony hónapok óta végelgyengülésbe a térden járva könyörögne irgalomért. Müller Cecília ezután arról beszélt, kivizsgáltatja, hogy a Tatabányai Kórház egyik Tirolban sielt orvosa fertőzte el meg kollégáit. Azt is tudni szeretné, hogy a meghalt egészségügyi dolgozónak valóban volt-e alapbetegsége vagy sem. Egységesen 50 km/h csökkenett a legnagyobb sebesség Budapest főútjain. A fővárosi közlekedést átalakító tervezet szerint a mellékutakon 30, a lakó és pihenővezetben pedig 20 km/h lenne a megengedett legnagyobb sebesség. A korlátozással a közúti balesetek számát kívánják csökkenteni. A főpolgármester már holnap elfogadhatja a tervet. Konkrét intézkedések azonban csak 2021-re várhatóak. Minden héten életét veszti egy budapesti az utakon. A városvezetés célja, hogy nullára csökkentse a halálos közlekedési balesetek számát Budapesten, olvasható a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely úgy látja, az egységes sebességkorlátozás bevezetésével csökkenthető a balesetek száma és azok kimenetelének súlyossága. A közlekedő tömeg elnöke szerint a hasonló intézkedések külföldön beváltak. Oszlóban és Helsinkiben gyakorlatilag teljesen sikerült elkerülni ezekkel az intézkedésekkel az olyan baleseteket, amikor gyalogos vagy kerékpáros halálos sérülést szenved.
A baleset elkerülésén túl a korlátozással a főváros vezetése a légszennyezés mértékének csökkentését, a közterületek életminőségének növelését, a város élhetőségét és a fenntartható közlekedési formákat, a gyaloglást, a kerékpározást és a közösségi közlekedést szeretné segíteni. Itt a Hungária körúton most még 70 km/h sebességgel haladhatnak az autók, ha viszont a főváros vezetése elfogadja a budapesti forgalom sebességének csökkentéséről szóló előterjesztést, akkor a jövőben már csak 50-nel közlekedhetnek, a mellékutcákban 30-al, a lakó- és pihenővezetben pedig 20-szal. Nem előnyös, szerintem. Sok az állat az úton, tehát jó lesz az. A logisztika szempontjából úgy nem megfelelő szerintem. Nem egy jó döntés, de biztos megvan az oka. A közlekedés biztonsági és forgalomcsillapítási terv értelmében 70 helyett 50-nel lehet majd haladni, például a Hungárián, a Szentendrei, a Soroksári, a Helsinki, a Váci, a Szentmihályi út teljes szakaszán. Az még nem teljesen egyértelmű, hogy a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton a 90-ről pár éve 70-re csökkentett szakaszon is várható-e változás. A budapesti autósok közösségének társalapítója híradónknak azt mondta, ezek az utak nagy tömegeket látnak el, rengeteg autós halad át rajtuk, indokolatlan a korlátozás. Normális az, hogy 70-nel tudunk rajta közlekedni, nincs szükség arra, hogy 50-re csökkentsük, ez inkább csak problémákat generálhat, hiszen azon a szakaszon jóval lassabban tudnak akkor átmenni az autósok, dugók alakulhatnak ki, illetve feszültség alakulhat ki autósok között. Az előterjesztést megyben a kerékpáros és gyalogos forgalom biztonságának javítása is szerepel, szerdán elfogadhatja a főpolgármester. Az intézkedési csomag kidolgozására a kerületi szakmai lakossági egyeztetésre 4-6 hónapot szánnának, így a terv idén ősszel készülhetne el. Ez azt jelenti, hogy 2021-től kezdenék meg a fővárosi közlekedés átalakítását. A köznevelési államtitkár szerint semmi nem indokolja az érettségi elhalasztását, igaz, rendkívüli intézkedések mellett tartják meg a hétfőn kezdődő írásbeli vizsgákat. Nem fogják mérni az érettségizők testhőmérsékletét, mert aki akarja, kijátszhatja a rendszert, jelentette be Maruzsa Zoltán. A híradónknak megszólaló pedagógusok és diákok szerint a tömegközlekedés a legproblémásabb, hiszen a legtöbb településen nem sűrítik a járatokat. Jövő héten hétfőn megkezdődnek Magyarországon az érettségi vizsgák. Ezzel kezdte tájékoztatóját a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán szerint nincs ok halasztásra, mert a járványt kontroll alatt tartják, és alacsony a napi fertőződések száma is. A politikus elmondta, kevesebb mint 2500 diák lépett vissza az érettségitől, így csaknem 84 ezer tanuló vizsgázik írásban hétfőn, rendhagyó körülmények között. Mindenkinek maszkot kell viselnie, a tanároknak pedig kesztyűt is, amit az iskola biztosít majd. Központilag nem rendeltünk el lázmérést, hiszen alapelvként tekintünk arra, hogy aki beteg, az természetesen kérjük, hogy a többiek érdekében ne vegyen részt a vizsgán. Lázmérésnek azonban nem látjuk értelmét, hiszen ha valaki ennek ellenére szeretne elmenni, két kataflán bevételével egészen biztos vagyok abban, hogy 37 fok alá vihető a láz. Kérdéses, hogy mennyire tudják biztonságosan elhelyezni a kollégiumban lakó diákokat az érettségi ideje alatt, mondta híradónknak a pedagógusok szakszervezetének alelnöke. Gosztonyi Gábor szerint a tömegközlekedés is gondot okozhat hétfő reggel, főként a vidékről bejáró diákok számára. Azt tudjuk, hogy a főváros megígérte, hogy a BKV teljes járatsűrűséggel fog üzemelni, ennek nagyon örülünk. Azonban azt nem egészen értjük, hogy a Volánbusz azt jelentette be, hogy csak a budapesti agglomerációban fogja sűríteni a járatait, és máshol ezt nem. Szintén a közlekedésben látják a legnagyobb problémát maguk a diákok. A híradónknak megszólaló diákszervezet képviselője azt mondta, főként az emelt szintű érettségizők lehetnek gondban, hiszen őket akár távolabbi iskolákba is beoszthatták, a járatokat azonban nem sűrítették. Kaptunk olyan visszajelzést, hogy valakinek az osztálytársait sikerült egy iskolába beosztani, viszont őt 50 kilométerrel távolabbi iskolába osztották be, és mi azt tartottuk volna inkább célszerűnek, hogy mindenki a legközelebbi iskolájában írja meg az érettségit, mind a középszintűt, mind pedig az emelt szintű érettségiket. További bonyodalmat okozhat a jegyvásárlás is, hiszen a diákok többségének az iskola látogatási tilalom miatt nincs bérlete. Vannak, akik szerint el kellene halasztani az érettségi vizsgákat. A Demokratikus Koalíció online petíciót indított ennek érdekében, amelyet több mint 100 000-en írtak alá. Gyurcsány Ferenc szerint járvány közepén nincs helye érettséginek.
Májustól országszerte kinyithatnak az éttermek, a kávézók, a szállodák és a hetek óta zárva tartó kisebb üzletek is, írja a Magyar Nemzet. Kormányrendelet még nincs, de az bizonyos, hogy csak szigorú szabályok szerint térhet vissza az élet a vendéglátóiparba. A Híradónk által megkérdezett üzlettulajdonosok egyelőre kivárnak. Üres cipő és ruhaboltok, határozatlan ideig zárva tartó kávézók és éttermek. Habár délután 3-ig nyitva lehetnek az üzletek, a megcsappanó forgalom miatt sokan mégis bezártak. A Magyar Nemzet szerint májusban visszatérhet az élet, hiszen ahogy az országos tiszti főorvos mondta, a napi fertőződések száma közel egy heten nem nő. Ezért ad lehetőséget arra, hogy bizonyos fokú mérsékelt a korlátozó intézkedéseknek a mérséklését esetleg bevezessük. Kormányrendelet még nincs a nyitásra vonatkozóan, de semmi sem lesz olyan, mint megszoktuk. A hotelek többsége nemzetközi mintákat alapul véve már kidolgozott egy protokollt az újranyitásra. Flesz Tamás a Startban azt mondta, várják a kötelező egészségügyi előírásokat, de vannak dolgok, melyek már most egyértelműek. Nem lesz büfé reggeli, majd ki kell találni, milyen formába, akár dobozokba, akár egy limitált formába, a szobába fogja megkapni a vendég majd a reggeliét. Az, hogy a wellnessbe hogy tud bemenni, azt is szaunába, dzsakuziba, arra is külön protokollok készülnek. A Híradónknak nyilatkozó turisztikai szakújságíró azt mondta, az újranyitás a szigorítások mellett logisztikai kérdések sorát veti fel. Például azt, hogy milyen töltöttséggel üzemelhetnek a szállodák majd úgy, hogy az rentábilis legyen, de semmiképp se legyen veszélyes az emberekre. 60%-ra, 70%-ra kell tölteni, hogy egyáltalán érdemes legyen ebbe belefogni, akkor már ez egy jó üzlet viszonylag, de hát most pont úgy megtartani, hogy sose legyen mondjuk alacsonyabb, mert akkor már veszteség, de azért nem tölthetem mondjuk 80-90%-ra, mint amire szerencsére volt példa, például Budapesten, főleg a szezon csúcsán. Azért ez egy nehéz feladat lesz. A Magyar Vendéglátókipar testületének elnökét meglepte a hír. Mint mondta, a vendéglátósok többsége úgy kalkulált, májusban még biztosan nem tudnak kinyitni, de nagyon örülnek a lehetséges nyitásnak. Ez örvendetes dolog, de ugyanakkor azért mindenkiben benne van már a félsz, hogy mi lesz a következménye két hét múlva. Tehát én azt gondolom, hogy attól, hogy ez a lehetőség rendelkezésre áll, és természetesen nagyon észszerű szabályokat ki kell alakítani minden üzlet részére. Ha a nemzetközi mintát vesszük alapul, akkor vélhetően országosan mindenkinek, aki üzletbe vagy vendéglátóhelyre megy, kötelező lesz a maszk és a másfél méteres távolság betartása. Az intézkedéseket bevásárlóközpontokba és üzemanyagtöltőállomásokon is bevezethetik. Május 1-től megváltozhat a rendőri igazoltatás menete. Azokat, akik valamilyen ok miatt nem igazolják magukat, azonosíthatja a rendőr. Mostantól ugyanis egy tavaly elfogadott jogszabály alapján arra is van lehetőség, hogy a rendőr fényképet készítsen és az adatbázisban meglévő találatokat használja fel az azonosításhoz. A jogvédőknek vannak aggályaik az üggyel kapcsolatban. Egy átlagos igazoltatás. A vezető odaadja az iratait a rendőrnek, akik ellenőrzik azokat. Május 1-től azonban, ha valaki nem tudja vagy nem akarja igazolni magát, akkor a rendőrség feltartóztathatja és lefotózhatja. Ezt a képet a belügyminisztérium egy informatikai szoftver segítségével összeveti a rendszerben található arcképekkel. Az első 5 legnagyobb egyezőséget mutató kép technikai számát pedig elküldi a rendőrnek, aki lekérheti a személyazonosító adatokat és fényképeket. Az Amnesty International arra hívja fel a figyelmet, hogy a hatóságok ugyan korábban is használtak arcfelismerő rendszereket, de eddig a BM és a Nemzeti Szakértői és Kutatói Központ arcfelismerő elemző osztályának két elemzője egymástól függetlenül állapította meg az egyezést, amire összesen 8 napjuk volt. A jogvédő szervezet szerint egy sor kérdés aggodalomra ad okot az eljárással kapcsolatban. Kérdés az, hogy milyen a szoftver. Honnan származik a szoftver, mire alkalmas a szoftver, kik férnek hozzá az adatokhoz, meddig tárolják ezeket az adatokat, milyen biztonságban vannak ezek az adatok. Tehát van egy csomó informatikai és adatvédelmi kérdés, amit tisztázni kell. Másrészt nem biztos, hogy ez igazán veszélyes. Az igazán veszélyes az a nyugati példák alapján inkább az, amikor ezeket az arcfelismerő automatizált rendszereket mondjuk a köztéri kamerákra is kiterjesztik. Ezek a rendszerek tömeges adatgyűjtésre, illetve profilalkotásra is alkalmasak. Ami azért is aggályos, mert hátrányos helyzetű kisebbségi csoportok további diszkriminációjához vezethet.
mondják a jogvédők. A korábbi szabályozáshoz képest nem tartalmaz jelentős eltérést. A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 2009-es állásfoglalása szerint az emberi közleműködéssel történő biometrikus azonosítás adatvédelmi szempontból biztonságosabb, mintha minden teljesen automatizáltan zajlana. A helyszínen az azonosítás során azt a személyes összehasonlítást, ami az élő személy és a pixeles képek között van, azt a rendőr végzi el, tehát nem egy automatizált módon történő azonosítórendszerről beszélhetünk. Van még egy fontos adatvédelmi követelmény a szabályozásban, ugyanis a biometrikus azonosításnál kért adatokat csak az igazoltatás során használhatják, és azokat az átvételt követő 30 napon belül törölni kell. Az Amnesty ugyanakkor azt szeretné, hogy a lehető legrövidebb időn belül törölnék az adatokat.